Hát sziasztok, akkor üdvözlök mindenkit újfent itt a csatornán. És szerintem akkor végre valahára rátérhetnénk arra, hogy az első kúrát hogy kellene igazság szerint felépíteni. Még egyszer az előző videóban már azért megemlítettem, és még egyszer szeretnék bocsánatot kérni, hogy ilyen sokáig tartott ez ennek a videónak az elkészítése, de olyan alap problémákkal találkoztam ugye a videó idejutási fázisának az útján, hogy muszáj volt az elméleti és ez közé a gyakorlati videó közé még egy témát vagy még egy videót berakni. Jó, itt sem szaporítanám tovább a szót. Induljunk akkor az első kúra gyakorlati részével. Először is az én szerény véleményem szerint én mindig alapjába véve három különböző csoportot szoktam megkülönböztetni az első kúrában. Az egyik az hát ahogy szoktuk mondani, az teljesen ugye a hobbi gyúrósoknak a szintje, akik az első kúrát szeretnék elkezdeni. Itt induljunk tényleg már a videó leges legelejéről abból ki, hogy mindenki megértette a feltételeket, mindenki egyetért azzal, hogy milyen egészségügyi rizikókat rejteget ez az egész. Mindenki eldöntötte magába, hogy ezt bevállalja, és mindenkinek az életvitele egy teljesen optimális világban, megint ezt kell, hogy mondjam, mindenkinek az életvitele megfelelő arra, hogy ezeket a rizikókat, vagy ezt az életstílust úgymond bevállalja magának. Jó? Tehát az első kategória az a hobbi gyúrósoknak az első kúrás szintje, amire ebben a videóban természetesen fő műsoridőben beszélnék, vagy amiről beszélnék. A második kategória az a talán kezdők, tehát testépítő kezdők, de versenyambíciókkal, tökéletes genetikával megáldott emberek, akiknek ugye azért a kúra felépítése majd egész máshogy nézne ki. És a harmadik kategória, hozzáteszem még egyszer, az első két kategóriában abszolút nem javaslom. Akármennyire jó a genetika, akkor sem javaslom a szteroidoknak a használatát. Viszont a harmadik kategória az a kategória, ahol kimondottan javaslom én a szteroidok használatát, mert születési rendellenességből kifolyólag, vagy az idő előhaladtával kifolyólag tűnik el ugye a hormonháztartás, vagy ahogy ugye mondtam, születése miatt valamilyen hormonális problémái voltak az illetőnek, kortól teljesen függetlenül. Ezeknek kimondottan javaslom a hormonális szubstitúciót, és lehet, hogy van köztetek olyan, sőt, biztos, hogy van köztetek, hála jó Istennek olyan, aki 45 pluszosan a fejébe meg nem fordulna bármit is használni, viszont későbbi egészségügyi problémák elkerülése érdekében én egy bizonyos kor fölött, vagyis inkább úgy mondanám, nagyon finoman kell itt fogalmaznom, megmondom, hogy miért, mert már nem érvényes az általános minek mondják ezt, szabály, hogy 45 fölött körülbelül tűnik el lassan teljesen a tesztoszteron szint, mert most már olyan szintű nehéz fémmérgezéses világban élünk, olyan szintű szemi-ösztrogén túltengő világban élünk, hogy már tegyük a szívünkre a kezünket, keresnek meg engem 22, 25, 28 éves fiatalok, akiknek már most libidó potencia problémái vannak, egészségügyi problémái vannak, sőt, most már még talán ez alatt is vannak olyan, tehát hallok olyan esetekről, hogy 18-19 éves fiatalok úgy, bocsássát, mert ilyen primitíven beszélek, de úgy zabálják a Viagrát, mint a TikTokot. Tehát én nem tudom, hát na mindegy, jó, ebben nem is akarok belemenni. Tehát amire ki akartam csak lyukadni, hogy most már sajnos a mai világban nem 45 plusz függő az, hogy valakinek bajok vannak a hormonális szintjével, vagy sem, hiszen most már a nehézfém mérgezéstől eltekintve, milyen világban élünk? Állandóan nyomás van a férfin, a nőn ugyanúgy, csak most ugye, ha a férfiakról beszélünk, állandóan teljesítőképesnek kell lenniük, az állandó stressz, az állandó
bizonytalanság, stb., ez mind megöli, megdögleszti az embert, úgymond. És miért csodálkoztat, látjátok ti saját magatok is, hogy mi az életnek sajnos mostanában a leforgása. Az ember az első 40 évében azért dolgozik, hogy öregségére legyen neki valamilyen egzisztenciája, mint anyagi, mint például ház, vagy stb., nem tudom most ezt magyarul hirtelen minek mondják, és a jó esetben a második 40 évében az életének pedig azt éli fel, amit az első 40 évben, amit összedolgozott, vagy összespórolt magának, de már jó, de nem jó esetben, tehát rossz esetben már meg sem éri az elkövetkező 40 évet, mert mi szokott történni, ha megnézzük most az elhalálozásoknak a nagyon nagy százalékát, már 55-60 éves korukban, vagy a nyugdíj határ környékén már megjelennek a tumoros, daganatos megbetegedések, szívinfarktusok, érelmeszes, stb. Egy borzasztó, egészségtelen világban élünk. Tehát a harmadik kategóriában kimondottan javaslom ezeknek az embereknek az alap anabolikus androgén szteroid, nem is szteroidnak mondanám, mert ugye eleve dolog, hogy mondjuk ki a tesztoszteronról beszélek, plusz még esetleg néhány kiegészítő formájáról, tehát derivátjáról, tehát itt nem trembolom meg ilyen, tehát ezt felejtsük el, de ennek a kategóriának kimondottan javaslom. Viszont mi most ebben a videóban csak is az első kategóriáról beszélünk, mert minden második az első kategóriának is, de a második és a harmadik kategóriának kimondottan abszolút testre kell szabni a hormonális szintjéhez a szteroidokat, az első kategóriában is a későbbiekben, de azért van egy olyan alapérték, amiből most ebben a videóban ki tudunk indulni, jó? És nem is akarok tovább az egészségről itt beszélni, úgyis lesz még majd szó a videónak az előre haladtjában, jó? Tehát mi az első, legfontosabb azon felül, hogy megértette magával mindenki a szabályokat és a negatív várható rizikókat és ugye a pozitívumokat, jó? Az első legfontosabb, mint ahogy ezt már egy előző videóban mondtam, hogy legyen befejeződve legyenek a hormonháztartásodnak az érési folyamatai, a növekedési folyamatai a testednek, mert hogyha idő előtt belenyúlsz ezekbe a hormonális folyamatokba, akkor ott megáll a fejlődésed. Tehát, hogyha 17-18 évesen belenyúlsz a hormonháztartásodba, akkor onnantól kezdve nem fogsz tovább fejlődni természetes biológiai úton. Bocsássátok meg, hogy ennyire makogok, de megpróbálom egy kicsit majd a nyelvemet jobban pörgetni. Hoztam ide vizet is. Egész más most a kulissza, az asztal mellett ülök, mert fogok nektek mutatni egy-két dolgot a videóban, ami talán hasznos lehet, jó? Tehát az első legfontosabb, hogy a növekedésetek be legyen fejezve, és az érési folyamatok. A második legfontosabb, hogy legyetek előinformálva, szerezzetek amennyit csak tudtok tudásanyagot erről az egészről, az életviteletekről, a táplálkozásról, a regenerációról, az alvásról, az egészség megőrzéséről, hogy a lehető legkevesebb hormonális belenyúlással, vagy belepiszkálással a lehető legtöbb eredményt tudjátok elérni. Mert az én véleményem szerint csak is ez a járható út. Mert amikor mondják, hogy hú, ez meg az a felkészítő, egy hatalmas nagy guru, mert mit kihozott az emberből? Na most akkor tegyük a szívünkre a kezünket, és beszéljünk tacheles, tehát beszéljünk nyíltan. Azért az én szememben, és ne sértődjön meg senki, tudjátok mi, az az ember, aki magára ismer, a sértődjön nyugodtan meg. Ha valaki magát felkészítőnek vallja, és az első kúrában ahhoz az a fiatal, aki hozzáfordul, mindjárt fölír neki 500 mg trembolont, 750 mg tesztoszteront és 750 mg drosztanolont, mellé fölírja még a szedjél egy kis anadrol 50-et, meg egy kis dianabolt, és ez a fiatal, vagy ez a kuncsaft úgymond, szinte egy év alatt fölrobban, mert akkor átfejlődik, ez nem kunc, gyerekek. Tehát valakit majdnem 2 g szteroiddal, mondjuk 10 kg izmot felszeretni vele, ez nem
ez nem szuper felkészítő, meg ez nem szuper gurú, meg nem ez egy, ez nem egy olyan ember, aki hú, de nagyon ért ahhoz, amit csinál. Nem ez a varázsa ennek a dolognak. A varázsa ennek a dolognak az, hogy 250 mg tesztoszteronnal például borzasztó jó odafigyeléssel, rohadt jó edzéssel, rohadt jó hozzáállással, szorgalommal, nagyon jó regenerációval, és tényleg mindent a tökéletességre hangolva, full egészségesen az az ember elérje ugyanazt, mint a másik barom 2 gram, tehát 2000 mg szteroiddal. Ez a szépség ennek a sportnak, nem az, hogy televágom a kuncsaftot, és ne haragudjatok, hogy ennyire entuziasztikusan beszélek, vagy nem is tudom, hogy ennyire energiatöltötten beszélek, de ezért kellett csinálnom az előző videót, ami ugye múlt héten, vagy hát ugye az előző időkben volt került premierre, mert én azt hittem, mint ahogy mondtam abban a videóban is, hogy lesz egy elméleti rész, lesz egy gyakorlati rész, és kifújt. Közben már hála a jó Istennek, köszönöm nektek, hogy beküldtetek rengeteg szteroid kurát, amiről külön videókat kell majd csinálnom, a címe is megvan már a sorozatnak, imádom, alig várom, hogy elkezdhessem, csak engedjetek először elmenni nyaralni, és jövök vissza. És ott kellett rájönnöm, hogy akkora a sötétség, hogy nem tudom egyszerűen csak egy videóval, vagy két videóval lezárni ezt a témát, jó? Tehát azért volt egy köztes videó, és én mindig azt vallom, hogy a lehető legkevesebb kémiával a lehető legtöbbet elérni, mert akárhogy is nézzük, főleg profi szinten, ugye egy kommentelő, ugráljak a témák között, az egyik videómban egy kedves kommentelő odaírta, hogy nagyon jó látni azt, hogy a testépítők, vagy főleg a profik, meg most nem tudom, tehát az él sportolók lassan-lassan felfedik a szteroid kúráikat. Na most azért mindenki legyen azzal tisztában, hogy az ő példaképe, az ő fél istene, aki most beszél egy picit a szteroidokról, esze ágában nincs elárulni sem a teljes szteroid kúráját, amit használ, sem a pontos kúrát, amit használ. Tehát sem mennyiségben, sem összetételben, mert ez egy bizonyos profi szinten, ha tetszik nektek, ha nem, ha tetszik ez a sportolóknak, ha nem, mert nagyon sok sportoló elvakult, és maga sem veszi észre, mert a fáktól nem látják az erdőt, ez egy kémiai háború, semmi más. A genetikáról azért nem beszélek, mert az, aki az élsportban helyet tudott magának felküzdeni, annak mindnek jó a genetikája. Tehát hagyjuk ezt a genetikát. A Molnár Peti sem azért, vagy a Molnár Péter sem azért olyan eredményes, világszintű, imádom a Petit. Egy annyira szerény, intelligens, jól összerakott sportoló, és nem azért van ott, mert a genetikája Isten neki. Nem, hanem mert a Peti az olyan szinten kiaknázta, kimaxolta a teljesítményét minden téren. Természetesen használ ő is kémiát. Hát, ha megkérdeznétek, ő sem mondaná az, hogy naturál. De mérföldekkel okosabb, és mérföldekkel jobban csinál mindent, mint nagyon sok sportoló, aki még mindig a 20 évvel ezelőtti old school sineken halad. És nem akarok megbántani senkit, akinek nem ingyen nem veszi magára, jó? Tehát ezt le akartam tisztázni. Hogyan is kezdjük el ezt az egyet? Csináltam egy-két, ha néha ide lepillantok, csináltam egy-két feljegyzést magamnak azért, mert szerintem ez egy nagyon fontos videó, nagyon fontos információkkal, nem azért, mert tőlem jön, hanem a kezdőknek szerintem ez egy elég fontos videó lesz, azért csináltam inkább egy-két pontot. Tehát ha elindulunk az első kúrában, mindig felteszik nekem a kérdést, hogy milyen hosszúságú legyen az első kúra, mi várható az első kúrától, meg természetesen, hogy mit mennyit használjanak. Hogy milyen hosszú legyen az első kúra, ezt senki nem tudja nektek megmondani, mert én nem hiszek abban, legalábbis nagyon ritkán találkozok olyannal, aki tényleg egy kúránál befejezi az egészet, mert, ahogy ugye az előző videóban is mondtam, olyan nem lesz, hogy egy kúra. Tehát, hogy is mondjam nektek, persze van olyan azért, aki egy kúrán alapba adja, mert észreveszi, hogy ez nem az ő sportja, ez ő neki nem tetszik, hogy szurkálni kell magát, stb. De általában, tehát a nagy többség az, ha egyszer nekiáll valamit használni, és megérzi ennek a
nem a szépségét, hanem azt a pluszt, amit adnak a szteroidok, az általában azért nem fog erről olyan gyorsan lemondani. Jó? Ezért mondom, hogy borzasztó nagy hülyeség az a tévhit, amit az emberek vagy a fórumokon is lehet néha olvasni, hogy ameddig on voltál, tehát ameddig szteroidokat használtál, addig kell szünetet csinálni. Hát ez full baromság, mert egy helyben fogsz toporogni, vagy még rosszabban, mert hogyha te mondjuk 18 hétig használtál szteroidokat, és utána hidegen abba vagyod, és 18 hétig nem használ semmit, akkor egy, elveszted, tehát amit fölépítettél, az utolsó grammig el fogod veszíteni, plusz az a kúra, amit 18 hétig vittél, az teljesen le fogja nullázni a hormonháztartásod, tehát abban a következő 18 hétnyi pihenő fázisban semmilyen hormonháztartásod nem lesz az ösztrogénen kívül, meg ugye a ösztrogén, ösztradiol, meg a progeszteron szinten kívül, de nem lesz anabolikus hormon a testedben, tehát nem, hogy a naturál szintedre esel vissza, mert a naturál szinted mi lenne, még a meglévő 50 mg tesztoszteronoddal tartható izomtömeg, de az már nincs meg, tehát hogyha te 18 hétig szünetelsz, akkor az alá fogsz esni, nem beszélve arról, hogy nagyon sokan ilyenkor megpróbálják eszeveszett intenzitás technikával ugye naturálban még megőrizni a szteroidokkal fölépített izmokat, ami egetverő baromság, mert akkor meg még a tehát amikor szteroidokat használsz, a szteroidok, bizonyos anabolikus androgén szteroidok segítik egy kicsit a stressz bírását a központi idegrendszerednek. Ezért tudsz olyan gyógy, ugye egy Ronnie Coleman is tudott kétszer egy nap edzeni úgy, hogy szétszakította a termet, meg hát ugye saját magát is. De neki legalább megérte, mert 8-szoros Mr. Olympia lett. Amikor viszont naturál vagy, és ugyanazt az edzést, vagy még inkább még egy intenzívebb edzést próbálsz tartani azért, hogy fönntartsd az izmaidat, a te naturál tested már nem fogja bírni ezt a stressz szituációt, ezt az állandó stresszet, nem fog tudni olyan gyorsan regenerálódni, csak a baj lesz belőle, mert fölmegy az egekbe a kortizol szintet, ha a kortizol fölmegy, a melatonin szinted eltűnik, nem tudsz aludni, nem tudsz regenerálódni, az izmaid besavasodnak, gyakorlatilag szoktam ezt mondani, mész, teszel egy lépést előre, és hármat hátra, tehát ez teljesen kontraproduktív. Tehát ilyen nincs, hogy 12-14 hétig on, 14 hétig off. Ezzel a testednek csak károkat okozol. Ezért azt mondom, hogyha valaki nekiáll, mindenképp gondolkozzon hosszú távon. Tehát ez higgyétek el nekem, hogyha egyszer valaki belekóstol, ez egy hosszú távú folyamat lesz. És ha már hosszú távú, akkor én inkább azt mondom, hogy blast and cruise, biztos ismeritek ezt a fogalmat, tehát amikor időzíteni kell a formátokat, ugye nyárra általában azért a strandra, Muscle Beach-re, vagy Cytec Beach, vagy most nem tudom, hogy minek mondják, a sió, mindegy, nem akarok itt reklámozni, akkor abban az időszakban, ha már egy előre haladott stádiumban vagytok, vagy előre haladott szteroid felhasználók vagytok, akkor arra a fázisra én egy kicsit magasabb dózist használnék, hogy a forma jó legyen, és aztán az ősztől a tavaszi szezon, tehát úgymond ezt az off-szezont, azt meg egy TRT terápia mennyiséggel szépen átcruzolnám, mert hatalmas tévhit, gyerekek, hogy off-szezonban tele kell magadat várni szteroidokkal, ilyennel, hogy dekadurabolin, én meg ilyenekkel. Nem. Az off-szezonban nem attól nősz. Az off-szezonban attól nősz, hogy rohadt jókat edzel, rohadt jókat eszel, tehát hatalmas tehát nem degeszre zabálni magad 30 kg zsírt felszedni, ez megint butaság. Egy off-szezonos, kalória pluszos étkezéssel, de minőségi kajával, vagy minőségi tápanyaggal, nem akarok ilyen primitívnek hangzani, minőségi tápanyaggal éltetett izom, ahol tudsz gyönyörűen edzeni, nagyokat eszel, élvezed a barátnődet, élvezed a telet, a bármit, ettől fogsz nőni. Nem attól fogsz nőni, hogy televágod magad szteroidokkal, jó? Tehát ez is butaság. Tehát én azt mondanám, hogy inkább a Blast and Cruise, vagy hogyha gondolkozol PCT-ben, tehát post-cycloterápiában, vagy visszaállítóterápiában, akkor mindenképp csak akkor gondolkozzál, hogyha azt szeretnéd, hogy most évekig naturál fogsz maradni, tehát évekig abba fogod hagyni a szteroidokat. Mert ez a, bocsánat, hogy így mondom, ez a böszmeség, hogy
Én 18 hétig kúráztam, utána csinálok, mindjárt a 18 hetet úgy fejezem be, hogy nekiállok a PCT-vel, amiből hatalmas bajok vannak, vagy amivel hatalmas bajok vannak, azért is csináltam az előző videót, mert eddig én még normális PCT protokollt magyar nézőtől, feliratkozótól, vagy olyantól, aki hozzám jött segítséget kérni, még nem láttam, még csak nagyjából jót se láttam. Elementáris bajok vannak, és ezt majd egy PCT videóban ki is fogom bővebben fejteni. Tehát irdatlan nagy butaság az, hogy valaki mondjuk 18 hétig kurázik, a 19. héten már nekiáll a PCT-nek, csinálja 4 hétig, és utána megint nekiáll szteroidozni. Hát ekkora marhaságot egy. A PCT az be sem ütött, mert a PCT szar volt, amit csináltál, tehát az nem is ért semmit. Azért nem estél annyira össze, mert még a 18 hetes szteroidoknak a 3/4 része a testedben volt, tehát a PCT-vel csak egy plusz mérgezést adtál a testednek, és már újra nekiálltál szteroidozni. Tehát ez egetverő baromság, de majd a PCT-ben, meg a Blessing Cruise-ban, stb. Erről majd egy kicsit bővebben beszélek, mert most nem ez a lényeg. Tehát térjünk rá arra, hogy az első kúránál én senkinek nem javasolok semmit, de hogy én hogy látom ezt a dolgot. Mit kellene használni? Természetesen csak is, kizárólag tesztoszteront. Felejtsétek el, hogy egyből, mint amit megint nagyon sokszor láttam a beküldött szteroid kúrákkal, mindjárt 2-3-4 féle szteroid az első kúrában össze van írva. Hát gyerekek, hogy? Tehát kezdjétek először egy sima tesztoszteronnal. Aranyszabály, hogy soha nem kezdünk kúrát úgy, hogy több szteroid benne van. Mert mindenképpen fogtok megélni, minek mondják, ezt tehát negatív hatásokat a szteroidokkal kapcsolatosan. Ha már 2-3-4 féle szteroiddal kezdetek, és jön valamilyen negatív hatás, direkt nem mondom, hogy mellékhatás, mert ezek nem mellékhatások, hanem ezek a kiszámítható, várható fiziológiai hatásai az androgén anabolikus szteroidoknak. Tehát a szteroidoknak nincsenek mellékhatásai. Ne keverjük ezeket össze. Tehát amikor te 4 fajta vagy 3 fajta szteroidot használsz, és beüt valahol a hiba, honnan fogod te tudni, hogy melyik szteroidot kellene kivenni, hogy melyik okozta, vagy a kumuláció, vagy melyik két szteroidnak az egymást nem elviselése okozta azt a hibát, vagy azt a bajt, azt a problémát, egészségügyi problémát, ami neked jött. Tehát ezt is zárjuk le, nincs ilyen, hogy kombinációval kezdünk, csak a buta, tudatlan felkészítő vagy hobbi gyúrós kezd mindjárt egy összetett kúrával, jó? Tehát én kimondottan csak is tesztoszteront javaslok, itt a propionátot én abszolút nem javasolnám, és a szusztanon se javasolnám. Pedig ezt is rohadt sokszor hallom, hogy szusztanonnal kezdenek. Elmagyarázom, hogy miért nem. A propionátot azért nem preferálom én az első szteroid kúrában, mert a propionátot naponta kellene injektálni, tehát naponta kéne adminisztrálni. Ezt egy kezdő gyúrósnak, vagy ez egy kezdő szteroid használónak eléggé eltántorító lehet, ami még pozitív is lehet, legalább nem nyúl hozzá, de eléggé eltántorító lehet, mert hogy ezzel minden nap tűt szúrni kezdőként a testedbe, azért az olyan egy kicsit olyan nem is tudom, olyan kicsit olyan félelemkeltő dolog. A szusztanon ugye az egy kevert komponensű tesztoszteron, amiben 4 különböző tesztoszteron fajta van. Van egy tesztoszteron depót, van egy közepesen ürülő, egy gyorsan ürülő tesztoszteron, egy hosszan, és van egy olyan tesztoszteron dekanoát benne, ami 12-14 napig benn marad a testedben. Ez megint nagyon fontos lehet, hogy a PCT-t akarsz majd csinálni a végén, mert nagyon-nagyon gondolj bele, hogy amikor a vérszélumodban elérte a tesztoszteron a kívánt szintet, vagy a kívánt százalék szintet, a szusztanon nagyon-nagyon sokáig bennmarad még a testedbe, tehát ezt rá kell számolni arra az időszakra, amíg neki állhatsz a PCT-nek, jó? Tehát erre is gondoljatok. Én a szusztanon abszolút nem javasolom, ráadásul hatalmas nagy vérplazma ingadozásokat okoz. Tehát marad a tesztoszteron enantát vagy a cipionát. Ezek között nagy különbség gyakorlatilag nincs. A cipionát az USA-ban, tehát az Egyesült Államokban jobban elérhető, azért ott egy kicsit populárisabb, de gyakorlatilag, ha nagyon megvizsgáljuk az enantát és a cipionát közötti különbséget, ilyen körülbelül fél napnyi ürülési idő különbség van, tehát elenyésző abszolút nem említése se érdemes. Tehát én azért mondanám, hogy vagy cipionát, vagy enantátot használnék, plusz
egy nagy pozitívuma annak, hogy azért egy enantátot, hogyha egy kicsit belásod magad ebbe a témába, azért receptre, privát receptre azért gyógyszertárból meg tudsz kapni, és ott tudod 100%-osan, hogy az van benne, és annyi van benne, amit akarsz, és mindjárt erre is majd ki fogok térni, jó? Tisztázzunk le egy alapfogalmat. Nincs ilyen, hogy valamelyik szteroid szárít, és valamelyik szteroid meg tömegelésnél jó. Nem a szteroid, bocsánat. Tehát nincs olyan, hogy a tesztoszteron propionátot diétánál kell használni, az enantátot meg tömegelésnél, mert az enantát vizesít, vagy a cipionát. Aki ezt mondja nektek, az sem a biokémiával nincs tisztában, sem a szteroidnak magával a működésével. Mert a tesztoszteron enantát, cipionát, vagy propionát, vagy szusztanon, az mind ugyanaz az anyag, tehát tesztoszteron. Csak különböző észterekkel van ellátva. Ezt most persze, aki most ért hozzá, az pörgesse el a videót, vagy mondjuk aki ért hozzá, az meg sem nézi az első kúrám videóját, mert ő neki ez nem érdekes, de az, aki nem lenne esetleg tisztában ezzel. Most természetesen légből kapott számokat fogok mondani, ne kövezzetek meg ezért, hogyha valaki a Wikipédián utána néz. A tesztoszteron az mindig tesztoszteron. A propionát, tehát maga a propionát jelzés, vagy az enantát, vagy a cipionát jelzés úgymond az észternek a jelzése, tehát a felszívódást lassító, hozzáfűzött kémiai anyagnak a jelzése. Tehát a tesztoszteron az mindig tesztoszteron marad. A cipionát az ugyanaz a tesztoszteron, mint az enantát, vagy a propionát. Csak mondjuk a propionát körül, tehát a tesztoszteron atom köré mondjuk tettek 3 vagy 4 szénatomot. És ez, amikor ugye a testedbe kerül, a szénatomot először le kell bontania a testnek, vagy ugye a vérbe le kell bontódnia, azért, hogy utána a vérplazmába be tudjon jutni maga ez a hormonkészítmény. Ezt megint tisztázzuk le, a tesztoszteron, amit te kívülről exogén adminisztrálsz magadnak, barátom, az nem a te test azonos tesztoszteronod. Ez is egy abszolút téfit. És bocsánat, hogy így ugrálok megint a témák között, de ami eszembe jut, azt kell mondanom. Az a tesztoszteron te, amit a gyógyszertárban vagy a dílertől éjjel 2-kor a benzinkút parkolóban megveszel, az nem azonos a te testedben lévő tesztoszteronnal, amit a te tested termel. Az a tesztoszteron, amit te ampullában megveszel, az egy kémiailag, tehát vegyileg előállított kémiai készítmény, aminek a testben a tesztoszteron hormonhoz hasonló hatásai vannak, vagy hatásokat fejt ki, de az nem a te tesztoszteron, és a tested egy kicsit máshogy is reagál rá. Tehát nem lehet összehasonlítani ezt a te saját tesztoszteronoddal, ezért lesz mindjárt nagyon fontos ez az információ. Jó, tehát ezt is letisztáztuk. Tehát a tesztoszteron propionátnál mondjuk van 4 szénatom a tesztoszteron molekula körül. Az enantátnál pedig, vagy a cipionátnál van mondjuk 10 szénatom. Ezért lassabban szívódik fel. De ennek semmi köze az, hogy valami vizesít, vagy nem vizesít. Ennek ez a vizesedés, vagy ez a, úgymond a, igen, a vizesedés, ez azért van, mert ha valaki nem jó időben nem ért hozzá, és nem jól adminisztrálja ezeket a tesztoszteron készítményeket, akkor hatalmas lesz a vérplazma ingadozás, és minél nagyobb a vérplazma ingadozásod, annál több vizet kötsz meg, annál több aromatizálás lesz belőle, tehát annál több ösztrogénnél aromatizálod a tesztoszteron, és annál több negatív fiziológiai hatása lesz ezeknek a szereknek. Tehát, hogyha te mondjuk egy propionátot 2 naponta, mint ahogy a sok okos mondja nektek, 2 vagy 3 naponta injektálsz, vagy adminisztrálsz magadnak, ugyanúgy vizesedni fogsz tőle a vérplazma ingadozás miatt, mint mondjuk a 6 naponta, vagy a 7 naponta, amit ugyancsak mindenki ajánl, ami hatalmas butaság, ha enantátot, vagy cipionátot adminisztrálsz magadnak. És én tudom, hogy tényleg papíron, Wikipédiában utánaolvasva pontosan az enantátnak a fél az ürülési idejének a fele, azt igen úgy adja meg az orvostudomány, vagy a Wikipédia, hogy 6-7 nap. Tehát azért hetente egyszer is akár be lehet adni, sőt az orvosok, amikor enantátot kapsz, minek mondják, TRT-nél, tehát tesztoszteronpótló terápiánál, 12 naponta adják neked, és ez a legnagyobb böszmeség az orvosoktól is, meg attól is, aki ezt felírta neked receptre. Mert
Én nekem volt szerencsém rengeteg sportolóval együtt dolgozni, és én nem voltam lusta, és vettem a fáradtságot, hogy a vér, tehát, hogy folyamatosan vér, tehát laborba véreredményeket néztünk. És mi történik? Hétfő reggel 9 órakor beadtuk a... Nem, én aztán nem, de beadta magának a sportoló reggel 9-kor a tesztoszteron enantátot. Neki áll szépen ugye a vérplazmában emelkedni a szérumban a tesztoszteron szint, és körülbelül szerda délutánig ez a grafika, ez folyamatosan nagyon szépen emelkedett. Aztán szerda este elérte a maximumot, elérte a vérplazma szint, utána pár óra alatt rapid, tehát borzasztó gyorsan leesett a felére a tesztoszteron szint a vérében, és utána lassan ült ki. És pontosan ezek a peak, tehát ezek a nagy kiugrások, vagy a nagy kilengések okozzák azt, hogy te vizesedsz az enantátot. Tehát, hogyha te az enantátot every other day, tehát hogy hétfőn, szerdán, pénteken, vasárnap, kedden, csütörtökön, szombaton adminisztrálod magadnak, olyan száraz vagy tőle, mint az általam nagyon tisztelt és nagyon szeretett Bohos Kornél szoktam mondani, mint az ítélet. Tehát csak tudni kell, mikor beadni. Tehát, hogyha te a propionátot, ami szerintetek szárít, azt minden második nap adod be magadnak, ott már ugye az ürülési idő már nagyon túl van lépve, és ott is ugyanúgy jön az ingadozás, és a propionáttól is vizet fogsz rántani, jó? Tehát ezt is figyelembe kell venni. A mennyiségekről szeretnék most beszélni, hogy az első kúránál mennyi tesztoszteront adminisztrálj magadnak. Itt megint láttunk különböző mennyiségeket, dózisokat, főleg türelmetlen embereknél. Itt volt olyan, aki nagyon akar vigyázni az egészségre, és ez egy nagyon pozitív dolog. Tehát ezt most én nem negatív jelzővel akarom ezt így ellátni. De aki így nagyon, nagyon jó szívű és nagyon-nagyon óvatos, az azt szokja mondani, hogy egy ilyen 150 mg elég. Aztán vannak a nagyon bátrak, akik azt mondják, hogy 500 alatt nincs kúra, és vannak ezek a hatalmas idióták, akik azt mondják, hogy 750 mg, vagy akár 1000 mg, tehát 1 g tesztoszteron alatt nincsen kúra. Mert ha már lud, legyen kövér. Na hát igen, ez a böszmeségnek a ne továbbja. Először is akár milyen izmos vagy, akár hány éve, ha már 15 éve benn vagy ebben a sportban, és te 750 mg feletti tesztoszteron mennyiséget használsz. Tehát legyen ez 1000, én láttam fiatal srácot, ugye, amit a videóban is említettem, 1500 mg tesztoszteront használni. Vegye mindenki tudomásul, és a profik azok tudják, tehát ne higgyétek, hogy ők annyira buták, de minden ember izom tömegtől független, ha 500 kg izom lenne rajta, akkor is. Az az ember, aki 750 mg-nál általánosságban, de valaki már 500-nál megüti ezt a határt, aki 750 mg-nál több tesztoszteront használ a héten, anélkül, hogy ez mellé növekedési hormon, tehát HGH-t használna, az teljesen falnak megy tőle, mert tehát 750 mg fölött abszolút semmi pozitív hatása nem lesz, csak a negatív hatásokat szorozza az egekig. Tehát, hogyha 1500-at adminisztrál magának, attól sem lesz nagyobb fejlődése, mintha 750-nél maradt volna, jó? Tehát azért mondom, hogy ezek az idiót, és már egy nagyon-nagyon előrehaladott sportolóról beszélünk, nem egy ilyen 60 kilós hobbi gyúrósról, aki most állt neki magát szurkálni, jó? És ez nem degradálásként mondom. Tehát a mennyiségekről én azt mondom, hogy a 150 egy picit kevés. És meg is mondom, hogy miért kevés. Vagy meg is indokolom, hogy miért kevés. Mert mindenki azért gondoljon bele, hogy neked az első injekciónak az adminisztrációja előtt volt még jó esetben, optimális esetben volt 50 mg tesztoszteronod. Amit mondtam, hogy azért az nem olyan, tehát az exogén bevitt tesztoszteron az nem olyan aktív, nem olyan erős, mint a saját hormonháztartásodban lévő 50 mg, jó? Tehát, hogyha 50 mg tesztoszteront injekciózol magadba, tehát adminisztrálsz magadba, az nem olyan erős, mint a tetes saját 50 mg-od, jó? Ennyit akartam csak belőle kihozni. Ha te 150 mg-ot, mert ugye jó indulatú a felkészítés, nem akar annyira tönkrevágni, 150 mg tesztoszteront adminisztrálsz magadnak per hét, akkor gondolkozzunk csak. A 150 mg-ban
körülbelül az észter, tehát ugye számoljátok mindig bele, tehát ez mindig legyetek résen, mert a 150 mg tesztoszteronba ugye bele kell kalkulálni, vagy le kell vonni, tehát mínuszba le kell vonni az észternek a súlyát. Ez körülbelül olyan 45 mg. Tehát az azt jelenti, hogy a 150 mg-ból marad, ha tényleg gyógyszertária, és ugye itt megint jön a probléma, tehát ha gyógyszertária készítmény, akkor marad 100 mg tesztoszteron. Ami ugye teljesen neked hazavágja, meg lenullázza egy idő után a te saját tesztoszteron szintedet. Tehát tedd föl magadnak a kérdést. A 100 mg, amit beadminisztrálsz magadnak, az gyakorlatilag a duplája annak, ami a testedben naturálban már megvolt eddig, mert ugye ezután nem lesz már meg, de viszont nem olyan hatásfokú, mint a te test saját tesztoszteronod. Tehát te bevállalod azt a rizikót, hogy nem, még a dupla annyi kis tesztoszteron szintért, ami neked eddig volt, megéri-e neked azt, hogy valószínű, hosszú távon teljesen hazavágod a saját hormon háztartásodat, ami lehet, hogy többet soha nem indul be, csak azért, hogy egy picivel többet elérjél. Ráadásul az a fura még az egészben, hogy olyan embereket is volt szerencsém a csapatomban tudni, vagy olyan emberekkel is dolgoztam, akik sima tesztoszteronpótló terápián voltak, akik 250 mg tesztoszteront kaptak minden tizedik nap. És fura módon a minden tizedik napi 250 mg tesztoszteronnal a vérplazmájukban nem volt sokkal, tehát elenyészően több volt csak a tesztoszteron, mint hogyha naturál, tehát mint hogyha egy egészséges, naturál embert néztünk volna. Tehát nem volt több a vérében úgymond a tesztoszteron szint, tehát nem volt jelentősen több a tesztoszteron szint, mintha megnéztem volna egy egészséges embernek a normális hormon háztartását. Tehát megéri nektek ezt a rizikót bevállalni, hogy tönkrevágjátok a hormon háztartásodat? Szerintem nem. Tehát én azt mondom, hogy a 250 mg-tól a 350 mg-ig az első a kúrának az első heteiben, vagy az első időszakában az adminisztrációs mennyiség szerintem ez az optimális elsőre. Itt még egy faktort meg kell említeni. Az az ember, aki az első kúrájában, az első úgymond egy kicsit nagyobb mennyiségű tesztoszterontól nem robbanik föl teljesen. Tehát mondok egy példát, az első kúra az legyen mindig alaptesztoszteron. Ha az első évben, ha tökéletes az edzésed, tökéletes az étkezésed, mindened tökéletes, és tényleg a sportnak szentelted az életed, mert ez lenne ugye az optimális eset, ha az első évben nem szedtél föl legalább 15 kg szintiszta izmot, ugyanazzal a testzsír százalékkal, mint amivel elindultál, vagy esetleg egy kevesebb testzsír százalékkal, akkor vedd tudomásul, hogy neked soha az életben nem lesz esélyed ebben a sportban, az élvonalban lépést tartani. Tehát akkor a te tested nem optimális arra, hogy te ebben a sportban valaha is úgymond egy kiemelkedő sportol legyél. Főleg, hogyha csak egy évben ilyen 2-3 kg izom jön föl rád, és az is általában zsírból jó. Tehát ez, ha ez nem történik meg, akkor gyakorlatilag csak legyetek őszinték magatokhoz, és tudjátok azt, hogy jó, ez nem a ti sportotok, jó? Vagy nem az, hogy nem a ti sportotok, csak nem lesztek soha az igazi nagy, nem tudom milyen izomtömegű testépítő, jó? Persze sokan kémiával próbálják kompenzálni a nem létező testi adottságaikat, vagy genetikájukat. Ez már egy nagyon rossz út, és én ezt nem is akarok, ezt nem is fogom alátámasztani soha. Egy sportolónál azt látom, hogy bármilyen trükköt vetünk be, észszerű keretek között és nem fejlődik, akkor mindig bele kell turkálni abba, hogy tényleg azt csinálja, amit mond az ember, vagy pedig a genetikája nem jó. Ha a genetikája nem jó, akkor hagyjuk a francba, nem is akarom a csapatomban tovább, vagy a csapatban tovább erőltetni ezt a dolgot, mert nem akarok neki kárt okozni. Jó? Tehát letudtuk a kezdő mennyiséget, ugye azért
a hónapok vagy az évek során ez a mennyiség ez majd változni fog, de ott már mindenkit kérek, azért nem adok tanácsot például a videó elején említett második és harmadik csoportnak sem, mert ott már testre szabásra van szükség. Ez a mennyiség, amit megbeszéltünk most így a videóban, ez pontosan arra fog jó lenni egy kezdő szteroid felhasználónál, hogy kiismerje a testét, megismerje magát, megismerkedjen a sporttal, és tudja azt, hogy hogyan fog reagálni erre az alap bázis szteroidra, tesztoszteronra, jó? Tehát erre tökéletes lesz, hogy egy kicsit kitapasztalja magában, hogy ez tényleg-e az ő világa, be tudja-e pontosan adni magának, adminisztrálni folyamatosan a tesztoszteront, tényleg annyira összeszedette az életvitele, hogy ez elfér benne, és hogy ténylegesen ez neki való vagy sem. Tehát nagyon sokat már az első pár hétben elriasztja ezt, hogy állandóan ugye tűt kell a kezébe venni. Jó, ne is beszéljünk tovább erről, tehát gyakorlatilag az első kúrának magát a mennyiségét megbeszéltük, a későbbiekben, amikor majd emelni kell az adagot, meg amikor majd esetleg már hozzá lehet úgymond stekkelni egy másik szteroidot, egy hozzá passzoló másik szteroidot, és nem csak a tesztoszteronhoz hozzápasszolót, hanem éppen a sportolónak az előre haladott, vagy az éppen meglévő fázisához kötődően, vagy hozzáállítva a következő szteroidot. De ezt már mindenkit kérek, hogy keressen magának egy felkészítőt, akiben megbízik, akinek megvan a technikai know-how, vagy megvan neki a hozzáértése ezekhez a témákhoz, hogy nehogy. Tehát lehető legkevesebb baj legyen ebből, jó? De azt már majd szépen mindenki magának a megfelelő emberrel, vagy a megfelelő mentorral majd le fogja tudni, jó? Térjünk arra ki, hogy mire is számíthat az ember. Tehát ugye mellékhatásaiból. Hát eleve dolog, hogy ha már tesztoszteront fogsz magadnak adminisztrálni, nyilvánvaló, hogy az ösztrogén szinted meg fog nőni. Te is, én is, a harmadik is, mindenki máshogy reagál az ösztrogénre, vagy úgymond az aromatázisra. Valakinek abszolút nincs vele gondja, valakinek viszont borzasztó nagy gondjai vannak. Az ösztrogént mindig egy bizonyos range-en belül kell tartani, egy bizonyos határon belül kell tartani, mert mint a magas ösztrogén, úgy az alacsony ösztrogén is borzasztóan káros, és nagyon-nagyon kellemetlen mellékhatásokat produkál. De viszont, amit az előző videóban is megemlítettem, az az idióta állat, már bocsánat megint, hogy így beszélek, aki a nulladik naptól fogva az ösztrogént teljesen padlóra akarja vágni, vagy padlóra vágatja a sportolóval, mert az első naptól fogva szereti vele az ösztrogént, vagy a... Na ez ugye itt a következő baj volt, hogy nem aromatáze blokkolót szereted vele, hanem ösztrogén blokkolót. Ezek az egyik az egy... Két full más kávéház, ami abszolút nem vezet ahhoz a célhoz, ami kell. Tehát az aromatáze szabályzásához mindig kizárólag aromatáze blokkolókra van szükséged. Ugye most a három legismertebb, nem tudom, hogy Magyarországon, persze ott is ugyanaz a neve, ugye, hát, ugye az anasztrocol, ugye Arimidex, ez az egyik a legismertebb aromatáze, akkor ugye a létrocol, vagy ugye az exemestan. Itt azért egy nagyon picit ki szeretnék erre térni. Én mindenképpen a kettes típusú aromatáze blokkolót ajánlanám. Megmondom, hogy mi a különbség. Természetesen a kettes, tehát itt csak az XMS, tehát az én világomban csak is kizárólag az XMS-tának van keresnivalója, mert az egy kettes típusú aromatáze blokkoló. Viszont borzasztó nehéz beszerezni, sőt, ha ilyen ULEP, tehát ezek az underground laborok, ha árulják, általában mind fake, tehát én még eredeti hatóanyag gú XMS-tánnal nem találkoztam csak is gyógyszertári hozzáférésben. Minden, ami ilyen zuglaboros, én ilyennel még nem találkoztam. Mit írtam még föl? Ja, igen, tehát ugye az anasztrocol vagy a létrocol, ezek egyes típusú aromatáze blokkolók, ami azt jelenti, hogy van az aromatáze enzim, és ez a blokkoló rátapad ugye az aromatáze enzimre. Viszont nem,
nem semmisíti meg. Tehát ameddig szeded az egyes típusú aromatáza blokkolót, addig blokkolja ugyanaz ösztrogénedet, és ezt lányoknál is, de fiúknál is nagyon lehet látni, amikor ugye verseny után abba hagyják az aromatáza blokkolást, és hirtelen 10 kilót fölrántanak, és ez miért van? Egy, persze, mert halálra zabálják magukat a McDonald's-ba. Kettő, amikor ürül ki az egyes típusú aromatáza blokkoló a testből, akkor ez az aromatáza blokkoló lassan elengedi azt a rengeteg ösztrogén, azt a rengeteg aromatáza enzimet, amit eddig ő blokkolt. És kapsz egy akkora, hát ugye angolul úgy mondják, hogy rebound effect. Tehát kapsz egy akkora ösztrogén löketet, hogy 10 kiló vizet fölrántasz magadra, borzasztóan bezsírosodsz, tehát nagyon nehéz ezt a folyamatot utána úgymond kordába tartani. A kettes típusú aromatáza blokkoló, mint az exemestán, az pedig teljesen megsemmisíti magát az aromatáza enzimet. Igaz, hogy az exemestánnak 8 óra az ürülési ideje, viszont mivel megsemmisíti az aromatáza enzimet, ez a toll itt a kezemben, mivel megsemmisíti az aromatáza enzimet, ezért a testnek minimum úgy körülbelül 24-48 óra kell, hogy új aromatáza enzimet termeljen. Ezért az exemestánnak én nem akarok dózisokat mondani, de ugye ezek 25 mg-os tablettába vannak kiszerelve, tehát 25 mg-os a tabletta, és gyakorlatilag minden második, harmadik nap egy fél tabletta, tehát 12,5 mg exemestán bőven elég arra normál esetben, hogy az aromatáza enzimet, tehát hogy az ösztrogén szintet kordába tartsa. De mielőtt még valaki azt mondja, tök jó, így fogom csinálni, nem ez az útja és módja. A rendje és módja az, hogy amikor neki szeretnél állni, úgy döntött, hogy neki áll szteroidokat használni, akkor szépen elmész egy laborba, csináltatsz a nulladik nap egy vérképet. Nem szedsz be semmit, legyen minden ott, szerezd meg az exemestánt, szerezd meg mindent, ami szükséges egy kúrához, ami hatásokat, mellékhatásokat kordába tudja tartani, ha beüt a krak, legalább, hogy tudjál reagálni. Ezért kell a borzasztó sok információ a szteroid kúra előtt, hogy mindenre tudjál időben reagálni, ne kerüljél pánikba. Mert az az ember, aki pánikba kerül, az biztos, hogy még többet fog hibázni, hogyha hirtelen érzi azt, hogy günökomasztiája lesz, vagy hajhullás, vagy stb. Apropó hajhullás. Magyarországon még nem találkoztam ezzel, viszont volt már olyan sportoló szerencsém, aki finaszteridet vagy tudaszteridet szedett ugye hajhullás ellen. Ugye ez egy DHT blokkol, tehát az 5 alfa reduktázét blokkolja, ami ugye a tesztoszteronból dehidrotesztoszteront konvertál. Ugye ez az, ami lefújja a fejedről a hajadat, hogyha ha genetikailag, hogy mondják ezt magyarul? Ha örökletesen hajhullásra hajlamos vagy. Tehát, hogyha megnézed az anyai ágon a nagypapádat, tehát anyai ágon az anyukádnak az apukáját, ha ő mondjuk, nem tudom, 40-50 éves korára kopasz volt, akkor garantálom neked, hogy te szteroid használat közben, vagy szteroid használat elkezdése után biztos, hogy lefújja a hajadat a fejedről a szél. Nem a szél, hanem ugye a szteroid, jó? És volt, aki finaszteridet vagy tudaszteridet szedett. Ez alapjába véve, igen, mivel egy 5 alfa reduktáz blokkoló, vagy igen, tehát blokkoló, tehát egy DHT konvertálási blokkoló, de ezzel mi a baj? Hogy pontosan azt az anabolikus hatást, amit a szteroid ad neked, azt a testedben az 5 alfa reduktázéval, tehát leblokkolod. Tehát teljesen kontraproduktív, amit csinálsz. Tehát, hogyha esetleg ilyen dologba akarnátok belemenni, ezt felejtsétek el alapból, mert hatalmas nagy butaság, jó? Tehát a mellékhatásokra, hogy az ösztrogén szinted megemelkedik. Az ösztrogén szinteddel egy időben természetesen nőni fog a vérnyomásod, számítsatok arra, hogy a vérzsírotok eltolódik egy nagyon, nagyon egészségtelen irányba. Mit írtam még fel egy pillanat, ide megnézem. Igen, a vérzsír, günökomasztia, libidónak az elvesztése, zsírosodás,
ugye vérnyomás növekedés a víz háztartásod miatt, igen, azt fölírtam, de elfelejtettem az ösztrogén blokkolásra még annyit befejezni, hogy a nulladik nap elmentek vérképet csináltatni, ott megnézitek, hogy hogy áll az ösztrogén háztartásotok, és 4-5 hét múlva a szteroid elkezdése után elmentek még egyszer, és megnézitek, kontrolláljátok az ösztrogént, mert addig semmilyen plusz mérget, semmilyen plusz gyógyszert ne vigyetek be, gyógyszert már maga a neve egy átverés, tehát semmilyen más kémiai anyagot ne vigyetek be, hanem muszáj. Tehát mi az a hülyeség, hogy te a nulladik naptól már szedsz mindenféle blokkolót, meg teljesen butaság, jó? Csak akkor nyúljatok bármihez is, legyen meg, legyen ott a polcotokon, legyen minden készenléten. Tudjátok, hogy mit, mikor kell használni, hogyha milyen szimptomák jönnek, de ne szedjétek egyből, mert egy, lehet, hogy abszolút nincs rá szükségetek, akkor minek mérgezitek magatokat, kettő, lehet, hogy a ti testetek nem is reagál olyan rosszul a tesztoszteronra, és alaphelyzetben én láttam olyan embert, akinek 500 mg tesztoszteronnál nem kellett aromatáza blokkoló, mert ő neki a szervezete ezt sokkal jobban tolerálta. Jó? Akkor ami még jöhet. Igen, hogyha ti fiatalkorotokban, ha ti a pubertás korban, tehát a tínédzser, tehát a serdülő korban, ha nagyon nagy problémáitok voltak bőrzsírosodással, aknával, vagy aknának mondják azt hiszem, gennyes pattanásokkal, stb., tesztoszteron mellett 99,9%, hogy ez százszor gonoszabban, százszor rosszabban fog jelentkezni. Tehát amikor valakinek látjátok a konditeremben, hogy a háta tele van ilyen gennyes, száraz pattanásokkal, azt tudjátok, hogy tele van, mint a déli busz fél egykor, még ha akkor is azt mondja, hogy naturál, meg ha így néz ki az illető, jó? Tehát ez is egy mellékhatás. Itt megint kitérnék egy valamire. Méghozzá... voltak olyan okos sportolók, és az okos az most valamilyen szinten pozitív értelemben mondom, hogy utána néztek, vagy beszéltek bőrgyógyászokkal, vagy tényleg valahol egy kicsit próbálták magukat informálni, vagy képezni, és ugye borzasztó rossz volt a bőrük azért, mert a fagyumirigy, igen. Azért, mert a fagyumirigyük a tesztoszteron miatt annyira túltermelt, hogy egyszerűen az a rengeteg akna, az a ronda bőrfelület, a pattanásoktól elkezdve, és ugye ez is majd a hajhullás is vezet a végén, hogy olyan orbitális problémáik voltak, hogy muszáj volt valamit nekik kitalálni. Erre mit csináltak? Informálták magukat, és alaphelyzetben nem is lett volna rossz ötlet, és beszereztek bőrgyógyászon keresztül izogalént. Ez egy ilyen, ez pontosan ugye, ez teljesen megsemmisíti a testben a fagyumirigyet. Az izogalént azt a bőrgyógyászatban nagyon-nagyon súlyos pacienseknél, vagy tünetű pacienseknél használják, akinek a fagyumirigye túltermelést okoz. És ugye, aki meg szteroidokat használ, az mindjárt rájött, hogy hú, ez tök jó lenne nekem is, és neki állja szedni. Igen ám, de az izogalénnak kegyetlen mellékhatásai vannak. Tehát megöli teljesen a fagyumirigyeidet, kiszárítja teljesen a bőrödet, kiszárítja teljesen az izületeket, a forgókat és a szalagokat. Olyan szintű... annyira olyan szinten megnő a sérülés veszélyed, hogy rapidjára szakad mindened. Leszakadnak az izomtartó szalagok, elszakad a patella szalagod, tehát nagyon ne nagyon vigyázzatok, hozzá ne nyúljatok. Én, ha én rám hallgattok, inkább abba hagynám a sportot és a szteroidokat, ha használnék szteroidokat. Erről is fogok videót csinálni, mielőtt még valaki megköpköd most. Tehát inkább abba hagynám az anabolikus androgén szteroidoknak a használatát, mint sem, hogy izogalint szedjek be. Tehát annyira nem vagyok, vagy annyira eleme vagyok ennek a dolognak. Jó, ezt is szerettem volna letisztázni. Aztán egyetlen egy dologra szeretnék még kitérni, mert látom, hogy már megint rohadt hosszú lesz ez a videó, remélem, hogy nem sértődtök meg érte, de muszáj részletesen erről beszélni. És azért vagyok most egy másik... kulissza mögött, leültem a konyhaasztalom mellé,
mert hoztam nektek valamit, mivel nekem semmi ilyenem nincs a lakásomban, semmi közöm ehhez az egészhez, amiről a videónak a témája, vagy a videónak a témájáról. Ezért extra nektek, csak nektek elmentem a gyógyszertárba, és a saját költségemre, hogy kedveskedjek nektek, vettem pár dolgot. Előtte azért, mire van szüksége mindenkinek, aki szteroidokat használ. Hát a legelső, minimum, most jobb egy ugye ilyen karra fölcsatolható vérnyomásmérő, de az a baj, hogyha valakinek, ha köztetek van olyan, akinek tényleg már jó öblös a pacekja, a bicepsze, ott már olyanokat mér a sima gyógyszertárban megvehető vérnyomásmérő, hogy szívinfarktust kaptok, tehát annak ne higgyetek. Tehát ez még olyan, tehát kontrollálni ez is jó. Jó, ez ugye egy digitális vérnyomásmérő. Ez legyen mindenkinek otthon. Aztán, most nem bontom ki, vércukormérő. Ez szerintem, ez is egy alap kelléke mindenkinek. Mostanában nekiálltam egy picit előkészíteni úgymond a Full Day of Eating videósorozatomat, vagy egy ilyen főzős videósorozatra is szeretnék időt szánni majd, hogyha lesz rá igény, majd ezt úgyis kivitatjuk a szociális médiában, vagy írjátok meg kommentbe, hogy szeretnétek-e. Látjátok mindig, hogy rengeteg tabletta, egy ilyen kis pohárkában, vagy ilyen snapsos pohárban mindig benn vannak az én kis tablettáim. Igen. Full primitív a csomagolás, ne levesedek ki, de én ezt így oldottam meg, mert szeretem az átláthatóságot és az egyszerűséget. Ezek mind nekem, nem tudom, hogy látjátok-e, tehát nem eszem meg ezt minden nap, csak ugye, ha megnézitek, omega 3, cink, ez egy Cholesz Plus, ami ugye a koleszterin szintet szabályozza, magnézium, multivitamin, Coenzyme Q10, Citrus Bergamot, Joint Protect, ezt saját magam állítottam, egy ilyen saját keverék, Silimarin, Ashwagandha, Aspirin Protect, Astragalus, D3 vitamin, alfa-liponszoljra, NAC cisztain, Kidney Flash a vesémnek, tehát ezekre azért azt gyűlölöm mindig, amikor valaki százezreket ki akar adni szteroidra, és amikor felírom neki nem nálam, hanem ugye mondja, hogy ilyen kúrát, meg olyan kúrát akar csinálni, és amikor mondom neki, hogy figyelj, kell astragalus, kell ashwagandha, silimarin, blablabla, és utána néz, és azt mondja, hogy hát de ezek mit tudom én, 20 ezer, vagy 30 ezer forintba kerülnek. Az egészséged nem ér annyit. Tehát ugye van egy, régen egy autószerelő ismerősömtől hallottam ezt a marha jó dumát. Barátom, ha van pénzed majomra, legyen pénzed banánra is. Mert ez sokkal többet ér, de csinálok ezekről a kiegészítő, ugye ezek nem szteroidok vagy orvosi készítmények, ezek mind, ugye ez mellé még hozzájön kurkumin, ingva, az magyarul gyömbér, stb. Tehát én nagyon ezen a sínen megyek, és én ebbe hiszek. És csak is egy egészséges test akar nőni, ezt mindig jegyezzétek meg. De most térjünk egy kicsit vissza az első kúrára. Én mindig azt mondom, hogy a lehető legfájdalommentesebben, a lehető legoptimálisabban adminisztráljátok magatoknak, ha már a fejeteket erre adtátok a szteroidokat. Vízforralóval forraljatok vizet, tűzzetek ki magatoknak egy ilyen kis nem edényt, hanem egy ilyen kis tartót, abba tegyétek bele az ampullát, és borítsátok bele a vízforralóból a vizet. Úgyhogy egy, mit tudom én, félig lepje el ugye az üvegcsének az üvegcsét. Azért, hogy a benne levő olaj, ugye, mert ez egy általában olaj, remélem, hogy Winstrolhoz hozzá se nyúltok, injektálhatóhoz, meg a tablettások sem, de erről is csinálok majd egy videót, mert egy nagyon híres testépítő állandóan ezt a Winstrolt emlegette, és mindegy, elmondom most, ha már úgyis nézitek a videót. Ez a nagyon híres testépítő az ő videójában mindig mondja, hogy a Winstrolt használta, de ő neki néha begyulladt. Ez egy full
nem jó állítás, mert a Winstrol mindig begyullad az injektálható. És miért? Ugye ez a testépítő, ez őszinte is volt, és mondta is, hogy örült neki, hogy nem kell neki felvágni mondjuk a tricepsét, vagy a vállát, vagy stb. De ez miért van? Mert ha valaki megnézi a Winstrolnak magát az üvegcsét, amikor benne a hűtőben vagy a polcon, akkor egy idő után leülepszik egy ilyen krétaszerű por az aljára, és a víz, mert ugye ez egy vízben oldódó szteroid, és ugye a víz az fönt marad, a fajsúlyából adódóan, és ez a krétaszerű por, ez pedig leül az aljára. Ezt ugye össze kell rázni, fölhúzott fecskendőbe, először is. A Winstrol injekció, felejtsétek el, verjétek ki teljesen a fejetekből, mert ugyanaz, mint a tablettáson szedhető stanacolol, ugyanaz a por van ugye vízbe föloldva, tehát ti ugyanazt eszitek orálisan, mint amit beszúrnotok magatoknak Winstrol injekcióban. Viszont, mivel ez a porszerű, ugye borzasztó vastag kanülle, tehát borzasztó vastag tűvel kell injektálni, és nagyon mélyen be kell nyomni azért, hogy akkor is bajt okoz, csak akkor nem érzed már annyira. Tehát, amikor beszúrod magadnak ezt a krétaszerű port az izmaid közé, az izomrostok közé, ez mint egy dörzspapír, tehát ahogyha mondjuk beszúrod a válladba, akkor ahogy utána nekiállsz válaszni, vagy egyáltalán mozgatod a karodat, az izomrostok között ez a krétaszerű anyag, mint egy dörzspapír dörgöli állandóan az izomrostokat. Ez olyan gyulladásokat okoz, főleg, hogyha még nagyobb mennyiségbe is rakjátok, hogy ennek a nagyon híres testépítőnek, magyar testépítőnek igaza volt, hogy nagyon sok esetben orvosilag, ugye, hogy begyulladt, betokosodt, ki kellett vágni a sportolónak mondjuk a vállából egy darabot, vagy a latissimusából egy darabot, vagy bárhonnan. Vagy a combot balod, az meg végképp katasztrófa. Tehát ezt felejtsétek el, ennyit a Winstrolról, jó? A másik, tehát hogy melegítsétek föl az ampullát, mert az olajszerű, ugye olajban feloldott szteroid sokkal jobban el fog tudni folyni az izomrostok között, vagy az izomszövetben, mint hogyha úgymond hideg lenne, tehát hogyha mit tudom én mondjuk 10 fokos lenne az olaj, jó? Tehát melegítsétek föl, és nagyon szépen elfolyik az izomszövetben, ami már egy sokkal könnyebb felvételt a testben eredményez. Kettő, amikor mondjuk adminisztráltátok a vállatokba, vagy majd mindjárt megbeszéljük azt is, hogy hova, akkor vegyétek a fáradtságot, és egy kicsit azért masszírozzátok egy-két percig, hogy még jobban elosztódjon ugye a szövetek között. A második nagyon nagy hiba, hogy általában ugye ampullában kapja mindenki. Tehát nagyon, nagyon ritka most már maximum gyógyszertárban, azt hiszem a törhető ampulla, ezért mindenki ugye ilyen 10 ml-es üvegcsében kapja, aminek egy ilyen gumifedele van, és akkor a gumit kell átszórni ugye tűvel, és akkor felszívod a szteroidot. Ugye csak a tesztoszteront, ugye erről beszélünk. Ezzel egy baj van, hogy az üvegcse, vagy ez a gumifelület, ez nem arra van kitalálva, hogy te 30-40-szer beleszúrjad. És nagyon-nagyon sokszor találkozok fel, lehet, hogy elsőre nem gondoltok bele, de a tényleges nagy bajok, meg a tokosodás elkerülése érdekében, ezt higgyétek el nekem, hogy vigyázzatok erre, mert a tűvel, amikor beleszúrod a tűt, a tű, mint egy lyukasztó, nagyon-nagyon sokszor kibök egy gumidarabot ugye ebből a gumifelületből. Nem látod szemmel, mert ugye ez a gumifelület, ez összeugrik, mivel gumiból van, de bennmarad a tűbe ez a gumi. Ugye ti azt felszívjátok a fecskendővel, meg a szteroiddal együtt, és képzeljétek el, hogy ti egy pici darab gumit, tehát egy mesterséges anyagot beinjektáltok az izmotokba, ami aztán tényleg tokosodást és gyulladást és fájdalmakat és ilyen mindenféle mellékhatást okoz, amire nincs szükségetek. Ezért mindig azt szoktam mondani, hogy vegyetek mini spike-ot. Nem tudom, hogy Magyarországon lehet-e, biztos, hogy lehet kapni, legalábbis nagyon remélem. A mini spike, az pontosan erre van kitalálva, az pedig így néz ki. Tehát ez, nem tudom, hogy hol a kamera, itt várjatok. Tehát, hogy ezt szúrjátok bele az ampullába, ez bemegy ugye teljesen ide. Itt van egy ilyen antibakteriális, nem tudom, hogy lehet látni ezt a két lyukat, ilyen antibakteriális szellőzője, ugye ezt fölnyitjátok, és akkor ide megy rá csak ugye a fecskendő,
Fecskendőnek mondják? Hát ugye, amivel föl tudjátok szívni, tehát felállítjátok ugye az ampullát, felszívjátok a nektek megfelelő mennyiséget, utána leveszitek róla a fecskendőt, és ezt be lehet zárni, és ez antibakteriális. Itt a fecskendőre megint kitérnék, főleg, hogyha nem akarjátok fölmelegíteni vagy lusták vagytok fölmelegíteni az ampullát. Én személy szerint, ha használnék valamikor is az életben, kizárólag ezt a fajta, pillanat, mindjárt mutatom, most itt nem a gyártó a lényeg, én kizárólag ezt a fajta fecskendőt használnám, ami menetes. Tehát nem az, amire rá kell dugni a tűt, tehát itt sokkal jobban tudom szimulálni, ezt rá kell tekerni, tehát rá lehet tekerni, ez ugye menetes, és akkor felrajtjátok az ampulát, ugye felszívjátok a megfelelő mennyiséget, és utána letekeritek. Ez azért jó, mert amikor később használjátok az ehhez megfelelő tűt, mármint a tű az mindig ugyanaz, de itt a tűt rá tudjátok csavarni. Ennek az a hatalmas nagy előnye, hogy az, aki mondjuk nagyon, nagyon vastag olajas szteroidot használ, és amikor injektálja be magának, olyan nyomás keletkezik az üveg, vagy a fecskendőbe, hogy nagyon-nagyon sokan jártak úgy, hogy lecsapta a nyomást, lecsapta a tűt, és nagyon kellemetlen, hogyha az éppen benn van mondjuk a combotokban, vagy a latissimusotokban, vagy akárhol, és lecsapódik a tű. Tehát ez a csavarosnál nem fordulhat elő. Ha már itt a kezemben, nem tudom, hogy lehet reklámozni a YouTube-ba, ez nem is reklám, de az a lényeg, hogy nem tudom, látjátok-e, hogy itt ez a jelzés, ez a fontos gyakorlatilag a fecskendőnél. Én személy szerint, hogyha használnám, főleg ha csak tesztoszteronról van szó, én akkor ez hát ez talán sötét barna, a sötét barna brown. Nem tudom, hogy valamit, várjátok egy pillanatot, meg itt a mérete is rajt van valahol, csak meg kell, várjátok, hol van? Ugye a 35-25-ös, azt hiszem. Igen, itt van rajta mérete is, nem akarom bemondani a kamerába. Én ezt használom, ez bőven elég arra, főleg, hogyha föl van melegítve a tesztoszteron, bőven átmegy rajt. Ez a véleményem szerint, ha a fórumokon jól olvastam, akkor ez az a tű, ami a lehető legkisebb. Tehát még van ennél kisebb is, csak ugye itt azért a jó, hogyha azért egy perc alatt átfolyik rajta a tesztoszteron, vagy hát ugye az injektált szteroid. Ez az egyik legvékonyabb tű, és gyakorlatilag a legkevesebb fájdalommal jár, és elég mély, tehát elég hosszú ahhoz, hogy teljesen ugye be tudja nyomni az izomszövetbe. Itt hozzáteszem azért, hogyha gluteuszba akartok fecskendezni, és mondjuk ha 20% föl van a testzsírotok, úgy csináltok neki szteroidnak, de nem lehet róla lebeszélni benneteket, akkor oda viszont egy nagyobb tű kell, jó? Aztán szerintem elég is lesz ez a téma, mert már megint nagyon hosszú lett a videó. Amit még megbeszélünk, az például, hogy hova szúrnám én az első tesztoszteront, vagy az első kúrát hova adminisztrálnám. Mindenképp felejtős a comb. Tudom, hogy tök jó, mert nagyon jól hozzáfértek, vagy valami, de gondoljatok bele, hogy a combod, a quadricepsed full tele van idegekkel. És ha ott ideget találtok el, az iszonyat kellemetlen, és ha még ott megrántjátok a lábatokat, vagy valami, ott nehogy még a tűzben törjön, jó? Tehát csak vál és csak gluteuszt javasolnám én az elsőben, latissimust, bicepset, tricepset, ilyeneket én kihagynám. Ha valaki azt mondja, hogy nem tudja, hogy a vállába nem tudja magának beadni, az hazudik, vagy legalábbis vagy nem próbálta, mert még egy testépítő is, akin azért van bőven már hús, az is be tudja magának adni. Csak tudni kell, hogy jó. Tehát a gluteuszt azt most nem fogom megmutatni, mert nem húzom le a nadrágomat a nagy közönség előtt. Mert szerintem erre senki nem vagyok szégyenlős, de szerintem ti nem vagytok erre kíváncsiak. Viszont, hogyha vába akarjátok beadni magatoknak, csak
ez csak egy ilyen kis tipp, jó? Tehát akkor gyakorlatilag borzasztó egyszerű, az első vállat azt kihagynám én. Vagy a középső vállba adnám be, vagy a hátsó vállba. És ha azt mondjátok, hogy nem fértek hozzá, akkor most megmutatom, hogy hogyan adjátok be, jó? Vagy én nem javaslok semmit, csak egy... Ha laborba be kéne magának adni az embernek, én akkor a következőképpen... Tehát kinyújtod a kezed, ugye ez az injekciós kéz, megfogod, tehát a kezeddel megfogod ugye könyökeret, igen, és ha megnézitek, így már akár a hátsó válba is be tudom adni. Tehát nem mondjátok azt, tehát én soha, de nem mondjátok azt, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Tehát a középső válat is eléritek, és még a hátsó válat is bőven el lehet érni így, jó? Tehát ez csak egy ilyen apró tipp volt, remélem ezért a YouTube nem fogja ezt a videót levenni az internetről. És tényleg be is fejezem, mert szerintem elmondtam mindent, amit szerettem volna, így is már marha hosszú lesz a videó. Nagyon-nagyon szépen megköszönöm újra a sok rengeteg, mi ez a hülyeség? Tehát nagyon szépen megköszönöm a rengeteg kedves üzenetet nektek. Most megint azt mondom, hogy iratkozzatok fel, ha segítség kell, nyugodtan írjatok rám. Ha valakinek komplett személyre szabott kúra kell, vagy valami, most inkább keressen meg, mint hogy... erre inkább nem is mondok semmit. Tehát bármi, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, iratkozzatok föl, kövessetek be a szociális médiában, lájkoljátok a csatornát, osszátok, de csak akkor, ha megérdemlem, tehát na, nem tudom, hogy ilyenkor mit kell mondani. Nincs hatás mellékhatás nélkül, senki ne felejts el, a hús legyen veletek, mindenkit szeretettel várok a videó alatt és a következő videók alatt is, és maradjatok egészségesek, minden jót nektek. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!